Sziasztok, itt vagyunk ismét a Super Sim Challenge következő részébe, és egy kis telepítési gondjaim voltak, de megoldottam, és remélem most már jobban fut a játék. Ugye Amanda az előző részben kismama volt, nem is tudom, hogy hanyadik hétben jár, de szerintem a vége fele. Menni, mehet szülni, akkor mit keresel itt? Szüljön kórházba, és elküldjük most egyedül. Ó, de jó, hát nem is gondoltam volna, hogy már itt tartunk. Ja, lehet, hogy kicsit játszottam vele, hogy ide haladjunk. Nem akarom túl hosszúra ereszteni, és nagyon sok mindent kell még megcsinálnunk a szuperszínbe. Azért gondoltam, hogy gyerekkel legyen, hogy a szülőit is meg tudjam majd csinálni. Illetve ne legyen egyedül Amanda. Kislányunk lett. Micsoda? Lake is, ha? Lake is, ha. Elis. Aria. Ariel Star. Van olyan, mint Ariel. Mihályele. Mihályele. Így itt. Így itt. Jillian. Camille. Camille. Nem. Susanna. Jaj, de jó. Akkor elnevez. Suzanne, Zsuzsa? Zsuzsi? Suzanne, vagy Suzanne? Na, úgy is Zsuzsit fog neki mondani, úgyhogy... Nem. Zsuzsanna, sztár. Legyen egy kis magyar néve is, nem mindig a... Oh, angol. Jézus Máriám, ne! Egy kis fiú? Ujjaj, ujjaj. Damon, Tre. Colby, hát. Thomas. Thomas jó lesz. Ó. Hát, erre nem számítottam, hogy őszinte legyek. Ez teljes meglepetés számomra. Micsoda? Mi ez? Vámpírok, jaj, ne, ne! Vagy miért ebbe rakták? Most ezek ők vámpírok? Igen, hát egy kicsit az események nem várt fordulatot vettek a szívemnél. Egyébként tényleg, hogy el... Ja, mert ugye, hogy ő egy ilyen, akkor lehet, hogy ők varázslók lettek, hogy ez nem is... Ezt hogy tudom megnézni? Nem tudjátok mi? Nem lehet megnézni. Na. Hát most ezt én sem tudom, hogy hogy kell. Ez az iskola még mindig. És mikor kell mennie? 9 óra múlva kell mennie dolgoznia, és kiváló, hogy elfogom. Tehát hadd menjen. Vagy elmennek a bölcsödébe, vagy óvodába, vagy nem bölcsödébe még. Hát nem az a sírós fajták eddig. Aminek roppantul örülök. Gondoltam, hogy ilyen általában cserélt ki a koszos pelenkát utána, mindig evés után, ez tipikus. Család. Szuper szülő. Szülővé válni, az megvan. Kölcs 1000 szimulant gyerek dolgokra. Hát ez nagyon egyszerű. Van 1000 szimulant, most ezen gondolkodom, hogy van-e. Jó, hát költsünk 1000 szimolon gyerek dolgokra. Egyébként nem akarom átrendezni a lakását, mert úgy döntöttem, hogy el fogok innen majd költözni. Csak még azt nem tudtam, hogy eldönteni, hogy hova fogok költözni, mert az jutott eszembe, ó, ez 1005. Na jó, akkor vegyünk neki egy ilyen házat. És akkor nyilvánvalóan betesszük. Azt nem tudtam még eldönteni, hogy ami kijön új egész, kiegészítő, hogy oda költöztessem, vagy pedig máshova. Ha esetleg van valami ötletetek, akkor szívesen várom. Oké. Okay. Elérni, 4-es jártasságot kell elérni, és fegyelmezni kell a tipegőket, és tudom, hogy mellette van egy másik, a sikeres vérvonal. Olvasni kell, és társalogni a gyerekkel. Aha. Szuper. És vagyunk a másik, az micsoda? Nagy boldog család, szülővével, az is ugyanaz.
Az is. Az tök jó, mert akkor egyszerre hármat fogunk teljesíteni. Nagyon jó. Hát lehet, hogy azért Dadát majd igénybe fogunk venni. Egyébként hallottátok, hogy mivel hogy, az új frissítéssel jönnek a tűzoltók. Szerintem mindenki piromániás lesz. Tehát tudod, hogy muszáj valahogy tüzet csiholni, hogy kijöjjenek. Aha. Jó, hogy egyébként ő nem fáradt, de még azért megnézem, hogy hol tartunk egyébként. Például a horgászat terén, mert egyébként horgászni kimehetne. 20 halfajtát kéne begyűjteni, úgyhogy minek ide ki is engedem, hogy jöjjön már ide. És vizsgáld meg a vizet, hát ha mond valamit. Ja, mindig elfelejtem. És akkor horgászom. De lehet, hogy valamivel kéne horgászni. Ó, Rising Starok vagyunk, nem is tudtam. Ó, de jó, 21 napja van még, szuper. Ó, de jó, mindenünk már megvan, csomó mindenünk. Kicsit ezt is érd el. Jó, meglátjuk, mi lesz. Igen, meg ő ismerkedett is, emlékszem már, hogy visszajönnek. Aha. Semmi érdekeset nem mondott, amit eddig nem tudtunk volna, hogy már kupit fogtunk, és a teszünkben van. Igen. De azért bízom benne, hogy még fogunk. 20 darab halfajtát kell fogni, egyébként még azt megnézem, nem ezt akartam. És megvan a 20 halfajta. És akkor már csak el kell érni a, most akartam megnézni, el kell érni a 10-es jártassági szintet, és akkor az meg is van. Ah, de jó. Ja, lehet, hogy smink, lejött róla a smink, mert ilyenkor, amikor átteszem, nem lehet rajta van. Hát, nem is tudom. Ó, oh, még egy hal. Szuper. Megnézem. Valami van rajta. Aha. De ez ilyen munkahely, úgyhogy nem öltöztettem át. De egyébként utána át is öltözhetni, mert tényleg mindig abba vagy, abba a ruhába. Nem is tudom, milyen ruháid vannak. Oké, okay, ebbe. Kifogott egy pisztrángot. Hát, az nem egy pisztráng, de mindegy. Mindjárt átöltözik. Neki mi baja van? Na, adtunk enni. Még az jutott eszembe, hogy majd a hangszert és a hegedűt is kell majd, ugye? Csinálni, vagyis konkrétan van valami társban ki. Nagyon jó, nevelési szint, nagyszerű. Az is szépen haladunk fölfelé, a 4-es szintig kell elmenni, ezt meg így eltesszük. Nem kell ennyi mindennek elől lenni. Na, szépen pihenjetek. Mikor lesz a születésnapotok? 2 nap múlva. Na hát, azt kibírjuk. Addig remélhetőleg szépen fognak, vagy szépen el tudjuk érni a dolgainkat. Egyébként az jutott eszembe, hogy nem nagyon akarom hamarabb felnöveszteni őket, mert annyira nem szeretem egyébként hamarabb felnöveszteni őket. Volt olyan ugye a sorozatban, amit kényszerből voltam köteles, hát ugye, hogy hamar vége van a sorozatnak, de hát ez a szuperszüm, ezt körülbelül 2 évet csinálom, másfél-két éve, hát ez még biztos legalább ennyi lesz. Amúgy nem tudom tényleg. Imádom, hogy elektronikai alkatrészeket ki tud fogni. És amit látjátok, sokkal, de sokkal jobban is mozog a gépen. És hát a játék nem akadozik, úgyhogy ez nagyon jót tett neki. Sajnos ezek a modok nagyon retten. Ó, menet kell. Akkor tudod, hogy akkor hagyd abba. Amúgy nem kell semmi vécére sem menni, meg semmi. Ennyire szuper, ez tényleg szuper szín, hogy akkor tudod, hogy gyere ide. És etesd meg. Meg őt is, megetetjük, és
Utána remélhetőleg nem lesz semmi bajuk. A bölcsödébe meg elintézik a dolgokat. És múzolás a főnökkel, az biztos jót tesz, nem? De annyira nem. És dolgozzák keményen. Mutasd meg, hogy te vagy a legjobb, és sikerült. Jó. Muszáj, sikerülnie kell. Ó, és azért a szórakozása azért le tud menni rendesen. Igen. Elértük. Elértük? Jaj, de jó. Nagyon örülök neki. És akkor... ennyi. De jó. Sztármixerek vagyunk. Hát... ennyi is volt kb. A sztármixerésből, és most kell nekünk választani egy másik munkát. Úgyhogy az jutott eszembe, hogy az lenne a legjobb, hogyha olyan munkát választanék, olyan állást keresnék, amit könnyen meg tudna csinálni, ilyen például a festészet, az írás, vagy így. Tehát egyelőre most ilyet fogok. Megnézem a festészetet, azt még nem csináltuk meg, úgyhogy ezt mi megnézzük. És akkor szépen így haladunk előre a festészet. Nagyon jó. Igen, lecseréljük a munkánkat. Oké, ott hagytuk a karriert, viszont, ja, és akkor egyébként majd tényleg elkezdem majd szépen ezeket kijegyzetelni, hogy milyen munkákat csináltunk már meg. Jó, ebbe, ha jól tudom, ebbe még az elsőben vagyunk, úgyhogy igen. De ezt is könnyű, szerintem ezt elég könnyen meg fogjuk csinálni, mivel már iszonyúan jó fest, majd festünk is vele. Sírás van, kérem, sírás van. Mondjuk, ha festesz, akkor elméletileg is át is öltözhet. Ha fest, akkor szerintem az egy szórakozásnak számít. Néha. Ó, pont esik az eső. Egy ilyet vegyél fel. Hát nem baj, mi esőbe is tudunk festeni egyébként. Persze, kicseréltük a koszos pelenkát. Megy fel a szülői, de jó. Hármas szintre léptünk, nagyon jó, négyesig kell menjünk. Jó. Lehet, ja és igen, most már eladom ezt a bárpultot. Mert hogy ide fog jönni, úgyhogy ide be is fogom hozni a festészetet, ugye? Ezt se akarom megtartani, mert nem tetszik. Jó, és akkor ezt így. Hogy behozzuk. Megnézem, hogy kaptunk-e valamit. Ó, a telepesek kocsmapultját kaptuk. Ezt meghagyom. Hát 3000 forint, a forintot, 3000 szimolaont ért, de ezt meghagyjuk, ha már ezt, tehát legyen emlék arról, amit kaptunk, amit elértünk. Realista képet folytasd, úgyis azt kell csinálnod. Meg egyébként tehát a gyerekágyat is egy kicsit arrébb kéne tenni. Na mindjárt. De most szerintem még annyira nem kell. És ugye valószínűleg jön... trét, vagyis aspiráció, vagy ilyesmik jönnek majd az új kiegészítővel, és ugye azt is meg kell csinálni, és hát ugye már kijön, akkor azon gondolkoztam, hogy egyáltalán újba kezdjek-e új sorozatba, de ezen még gondolkozom, de mindenképpen szuperszint el akarom oda vinni. Tehát ő biztos, hogy meg fogja csinálni. Nem biztos, hogy egy új sorozatba bele fogok kezdeni, legalábbis az, még így gondolom, aztán majd meglátom, hogy lesz, mert gondolkoztam egyébként azon, hogy akik ott laknak, hogy milyen jó lenne azokkal egy kicsit haladni. Ó, nagyon kell ez a szórakozás, akkor várjál, akkor nem igazán viszi fel a szórakozást ez, úgyhogy próbálom. Szerintem ezt az ágyat én eladom, mert hogy igazából neki aludnia nem kell. Oké, egy kicsit beállítottam, elvettem az ágyat, mert szuperszínnek aludnia nem kell. De remélem ide fér. Amúgy előről van, ugye? Azt hiszem. Kicsit. Amanda menje, és aztán jöhet egy kicsit képezni. Akkor tudom neki csinálni pár
mást is, amit összegyűjt. Tehát, ugye akkor megcsináljuk a horgászat, azt mindenképpen, mert már nagyon közel vagyunk hozzá. Rifüldei nappal. Akkor mit kell vásárolnunk? Kell valamit? Jó, mit kell vásárolnunk? 500 szimoleonért kell vásárolni. Mit vásároljunk egyébként? Szerintem valami gyerektucot kellene, mert ha van gyerekünk, akkor gyerektucot mondjuk, de lehetne valami kis képet tenni, bár tudom, hogy ez nem 500 szimoleon, de kicsit furán néz ki gyerekágy fölött, de nem baj, szerintem megvan, ugye megnézem, szerintem megvan, mert ez pont annyi szerintem a kettő együtt. Hát nem. Oké, vettünk egy hintát. Na ez igen. Azért azt reméltem, hogy ez a hinta már azért egy kicsit bele fog szólni ebbe. Van valami? Nincs, azt hittem van valami. Jó, szerintem hagyd abba. És... nem tudom, adtunk neki ilyen? Nem tudom. Ali, ó, mi ez itt? Kirázd csak ki. Utána meg mennyire horgászni, még hát ha meg horgászás ki tudnánk. Aj, tudtam. Nem baj, mondjuk annyiból jó, hogy megy fel vele a szül, az ugye a szülő jártassága, az nagyon jó, az mindenképpen, mind egyiknél be fogjuk kijelölni. Megnézem majd azt is, hogyha ez fölért, amikor már fölért ez a szülő jártasság, ugye a pénzt, hogy állunk egyébként, hogy mennyit fejlődött a ház, de szerintem az annyira még nem. És elmegy vizet inni, fogadjunk, de ne igyál vizet. Tudod mit? Jó, csak nem lesz semmi baja. Jó nagy vihar van, de nem baj. Árengedmény. Kaptunk visszatérítést, de miért megy el fel, nem tudom. 10%-kal kevesebbet vásároltam. Akciós áron, de hát már vásároltunk egyébként. De jó lenne, elérnénk, és ugye föl is pörgettem. Még elérnénk ezt a horgászatot ebbe a részbe, az nagyon jó lenne. Majd a szépen esik a... és fogja a halakat. Jogdíjunk is megvan. De még nem vagyunk az 500-as határnál szerintem, de elég jól keresünk. Egyébként már régen-régen meg kellett volna szerintem csinálni nekünk ezt a... Ha most jött a számla, meg kellett, csak ennyi a számlánk ehhez a házhoz, 632, nagyon jó vagyunk. Hogy meg kellett volna már régen csinálnia. Meg kellett volna csinálni már régen Amandának a könyvírást. Na problémák vannak? Problémák vannak? Gyere! Pedig már nem sok van neki egyébként. De nyilván a gyerek az első, aztán majd folytatjuk a horgászást. Lehet átírom majd Szuzennának, nem tudom, fura így mondani. Jó, egy picit bírjátok már ki, annyira még éhesek nem lehettek. Anyátoknak is kell egy kis pihenés. Úgyis már nagyon éhesek ki fogja írni a rendszer. Ó, mit fogott? Ja, vízvezetéket, azt hittem valami normálisabbat fogott ki. Ó, milyen fadarabokat fog ki. Na nézzük. Ja. Na jó, gyere most már ide, Amanda. Itt fennforgás van, kérem. Gyere, ringassad akkor. Hát igen, két gyerekkel elég nehéz. Most azt várom, hogy fölmenjen neki a... Át is állítom mindjárt a... De föl is ment a szülői. Azt mondja, hogy vagyon itt a család szülő. Igen, itt fegyelmez majd a tipegőket kell fegyelmezni. Itt fel kell olvasnunk.
társalognunk kell a gyerekekkel. Itt is, aha, oké. Okay. De kicsit ilyen püdös lenne, nem? Ha visszatesz, ugye megnézem, de lehet, nem? Hát most pont egy kicsit alá, egy kicsit... Ja, jó, hát köszi. Köszi, hogy akkor. Egyébként hol tartanak? Most holnap lesz a születésnapjuk. Nagyon jó. Nagyszerű. Akkor. Még az már nem sok van. Még elmegyünk egy utolsó horgászat. Legalábbis remélem, hogy most már ezzel sikerül. Kicsit hagyom őket, mert most tényleg ettek, ittak, mindent kaptak. Még majd el ne felejtsük befizetni a számlát. A szokásos. Hát ő meg addig horgászkodik. Igazi ho-ho-ho horgász. Hú, ez igen. Ez aztán vihar. A javából. Megpróbálom mindjárt lelassítani. Ez az a normál. Aha, de még így is nagyon esik. Itt a házunk. Az igen. Az igen. A halakat. Na, gyorsítsuk fel, mert már nem sokan ez... Ez nem soká meg lesz. Amanda, ügyes vagy. Mondom, minden csillogóra rákattintok. Hát inkább valami különleges. Ajaj. Nem baj. Ne add fel. Ne. Gyere vissza. Amanda. Léci. Majd utána ezt kidobod utána. Esküszöm. Ennyi. Na ennyi. Hát ennyi. Erről beszéltem. Pont a vége előtt szegény. Hogy néz meg? Aj, Istenem. Hát. Erről muszáj egy képet csináljak, mert ez nagyon jó, nagyon vicces. Én befizettem a számlákat, és akkor tényleg mindjárt be is fejezem, mert nem akarom, hogy hosszú része legyen, bár biztos, hogy fogok vágni, hogy nektek ne legyen annyira unalmas. Aj, szegény. Jaj. Szegény. Csóri. Hát persze, tudom én, hogy itt sírtok, miért is lenne. Igen, neked mi? Kicseréljük a koszos pelenkádat. Mielőtt elmegy a nyelv fürödni, aztán elküldöm egy jó kis tusolásra. Vegyen egy forró gőzös zuhanyt, szerintem nagyon rá fog férni. Lehet, hogy akkor szerelmes hangulatba fog kerülni, és ilyen romantikus hangulatba. Na, aludjál szépen. Milyen születésnap lesz a következő részben nektek? Hú, ez már, ez a fürdés volt? Hát ez gyors volt. Na, akkor még azt akartam megnézni, mielőtt ezt elkezdem, hogy ugye van olyan, hogy vagyon, a mesés gazdagság az megvan, valóta mágnes, 15 darab művészeti alkotást kéne föltenni, és akkor ezt itt szépen el lehetne kezdeni. Lehet, hogy ezt kéne egyébként megcsinálni, a következő részben, a tudásnál még ott van, étel, mester, ó, és azt mondom, várjátok, és akkor, igen, ezt is könnyen meg tudjuk csinálni, nagyszerű, nem is ezt akartam, hanem, erre vagyok kíváncsi, de még itt nem tart. Ja, itt mentorálni kell. Ja, de akkor megcsináltuk a izét, a beszellelírót. Ezek szerint. Aha. A festőt is. Igen, hát majd lehet, hogy el kellene kezdeni a színészkedést is, de azt még nem. Ezt megcsináltuk.
Igen, ezt próbáltam múltkor, de aztán nem, majd szerintem a végére hagyom a gonoszkodást. Reneszánsz cím. Hát ez annyi felnőtt... Ó! Ez is megvan. De jó! Reneszánsz címet is. Mert hogy három karriert elértünk. Érd el a harmadik szintet három karrierbe. Ezt megcsináltuk. Hát de hogy mi? Azt nem tudom. Nem tudom. A szakács az biztos. Aha. Jó, itt van még egy ilyen, hogy számítógép zseni. De itt programozás. Technikai guru. Oké, akkor a következő rész akkor, vagy a következő munkája akkor lehet nem író lesz, hanem tech guru. Sőt, lehet, hogy most kéne tech, várjátok, hogy ezt az életcélt is megcsináljuk, akkor lehet, hogy inkább most a festészetet átrakom, azt mi mindig meg tudjuk csinálni. Vagy most nem tudunk. De. Akkor átrakom, ne haragudjatok, ez most gondolom nem zavaró, vagy remélem nem zavaró, de akkor átteszem őt ugye a technikai gurura, és akkor azt is megcsináljuk, mert ezt csak akkor tudjuk megcsinálni. Hát persze. Kis cukort falat megint. Oké, és akkor te guru. Szóval itt van. Igen. Tehát nem tudom, hogy hova mész, de ez fontosabb. Igen, ott hagytuk, és ő ebbe is... És itt már a negyedik szinten tartunk, tessék, a negyedik szinten tartunk, nagyon jó, akkor ezt meg tudjuk csinálni. Összpontosított. Aha. Harmadik. Na. Jó, akkor a következő szint, vagy következő részben egy picit rámegyünk erre a technikai gurús részre, hogy ezzel is haladjunk. Úgyhogy köszönöm szépen, ezt a részt megnéztétek, egy kicsit lehalkítom, hogy köszönöm, ezt a részt megnéztétek, és akkor találkozunk a következő résznél. Sziasztok!